A Szent John 23. Utolsó fejezet Ragyogó májusi reggel volt, néhány hónappal később, amikor két férfi haladt el a laodíciai falak alatt, és maga mögött hagyta a várost. Csak lassacskán rótták az utat. Tikikus azért, mert már előre haladott a korban, és megviselte a hosszú utazás, Onésimus pedig azért, mert szíve nehéz volt, mint az ólom. Mintha évek teltek volna el azóta a reggel óta, hogy Páltól búcsút vettek, aki még mindig láncot viselt. Tárgyalásáról nyilvánvalóan megfeledkezett az a felelőtlen gonosz ember, aki magát császárnak nevezte. Pál bízott benne, hogy hamarosan szabad lábra helyezik, és akkor elmehet hozzájuk. De Onésimus nem remélte ezt, és amikor elérkezett a búcsú napja, majd meghasadt a szíve. Az itáliai tavasz ezer pompája, a virágzó gyümölcsfák, nárciszok és íriszek sem vidították fel, és a hosszú tengeri út unalmas órái csak gyötrelmet jelentettek a számára. Körülbelül egy hétig Efézusban időztek. A keresztjének az endülések és üldözések ellenére odatódultak, nagy örömmel üdvözölték őket, és éjszakáról éjszakára összegyűltek, hogy megvitassák pál levelét, amit nekik írt. Hosszú körlevél volt ez, és felolvasásra várt Hierápolisban, Laodiceában és Kolosséban. Ez a levél megerősítette Onésimuszt. Világosságot és vigaszt nyújtott neki. Most, hogy visszavonhatatlanul lemondott a földi szerelemről, jó volt emlékezni arra, hogy Krisztus szeretete minden értelmet felülhalad. Félelem és lázadozás ellen küzdve vigaszt jelentett, hogy az üdvösség sisakjáról, a hit pajzsáról és a szent lélek kardjáról hallott. Most, bár szíve fájt és ajkát összeszorította a félelem, mégis különös béke ébredt benne, Engedelmeskedett és engedelmessége következményeit mesterére bízhatta. Azt hiszem, korai délután odaérünk, mondta Tikikusz, amikor felnézett a meredek kis útra, amely az országúttól jobbra a hegyekbe vezetett. Örülök, hogy egy darabig megpihenhetek Kolosséban. Hosszú volt ez az út. Ma este fogod felolvasni nekik a levelet, Tikikusz mester kérdezte Onézimus, miközben lelassította lépteit, mivel az idősebb férfi fáradtnak látszott. Azt hiszem, a keresztjének össze fognak jönni, hogy meghallgassák pál levelét a kolossébeli gyülekezethez. Imádkoztam, hogy komolyan vegyék. Az efézusi levél várhat még, mert általánosabb jellegű és mindenkihez szól. A harmadik meg kizárólag személyes jellegű és magánügyet tárgyal. A harmadik, kérdezte Onésimus meglepetten. Nem is tudtam, hogy három levelet hoztál magaddal. Igen, egy személyes jellegűt is hoztam Páltól Filemonnak. Ezt nem kell a gyülekezetben felolvasni. Valami olyan dologról szól, ami csak őt érdekli. Egy ideig csendben kapaszkodtak fölfelé. Nem sokára elérik az alsó fensékot, és akkor majd meglátja a kolossék körvonalait, a hegyszorosokat, a réteket, ahol filemon juhai legelésznek. Ott mocsári hír és százszor szép nyílik. Már szinte hallotta is a fiatal bárányok sírását, az anyaállatok bégetését és a patak csobogását, ahol kisfiú korában annyira szeretett játszani. Hányszor vágyott erre a látványra és ezekre a hangokra Rómában? Most meg csak rémülettel és rossz előérzettel töltötték el. Krisztusom, suttogta. Adj nekem bátorságot, és nem ér rám több büntetést, mint amit el tudok viselni. Még valami eszébe jutott az efézusi levélből, és egész úton fölfelé, lépéseik egyenletes ritmusára visszhangzott benne. Aki mindent megcselekedhet. Véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk. Már a második dombon kapaszkodtak fölfelé, és rátértek arra az ösvényre, amely a várost elkerülve a hegyszoros lábánál levő gazdasághoz vezetett. Egy magas nyárfa árnyékában Onésimus megállt. Tékikusz mester mondta. Arra kérlek, most már menjél tovább egyedül. Én itt a fa alatt megvárlak. Mondjad meg Filemon mesternek, hogy megjöttem, megtérő bűnösként, akinek Krisztus megbocsátott. Visszajöttem rabszolgájául, és kész vagyok elviselni azt a büntetést, amit rám kíró. Ha befogad, kérd meg, legyen olyan kegyes, és beszéljen itt velem négy szem közt. Tikikus tétovázott, és Onésimus megsejtette gondolatait. Tikikus mester, nem fogok elszökni, mondta. Hát azért követtem Krisztust idáig, hogy most hátat fordítsak. Biztosan megtalál a gazdám, itt várok rá. Rendben van, fiam, válaszolta Tikikusz, és egyedül ment tovább. Onézimus figyelte, amint alakja eltűnt az épületek közt, és azután fejét kezeibe temetve leült és várt. Azon töprengett, vajon Filemon érdemesnek tartja-e őt arra, hogy maga jöjjön ide hozzá. Ez valószínűtlennek látszott. Feltehetőleg ide küld néhány rabszolgát, hogy megláncolják őt és úgy vezessék be, ahogy egy szökött rabszolgának kijár. De bármi is következzék, készen áll rá, mert Krisztus mellette lesz. Ismét átjárta annak a megmagyarázhatatlan békességnek az érzése. Lépések közeledtek, nem a szolgák sietős léptei, hanem azok a lassú, sántikáló lépések, amelyeket olyan jól ismert. Nem mert felnézni, mert ez látszott számára a legnehezebb megpróbáltatásnak. Onézimus. Arhippus kezét érezte a vállán. Visszajöttél. Glaucus azt mondta: Meghaltál, és én annyira meggyászoltalak. Hallottam, amit Tikikus édesapámnak mondott. Azt hiszem, ő is jön mindjárt, de én már nem tudtam várni. Kiosontam, míg ők még beszélgettek. Onésimus, mennyire örülök, hogy láthatlak. De mindjárt nem fogsz örülni, ha megtudod az igazságot, tört fel Onésimusból. És rögtön meg is mondhatom neked. Arhipus, miattam lettél nyomorék. Gyűlöltelek, és én súgtam oda a tömegnek, hogy édesapád égette meg a könyveket nem akartam, hogy komolyan megsebesülj. Legfeljebb csak dagadt szemmel akartalak látni. De én kezdtem el. Ha én akkor nem tettem volna ezt, ma egyenesen járnál és erős lennél. Döbbent csend következett. Néhány másodpercbe telt, míg Archippus megemésztette ezt a hírt. Aztán egy kis remegő nevetést hallatott. Onézimus, megvolt az okod rá, hogy gyűlölj. Nem csak akkor az egyszer bántam vele igazságtalanul és aláztalak meg, hanem minden nap. Ha nem lettem volna nyomorék, még most is bűnben és öntelten járnék. Néha arra gondolok, olyan vagyok, mint Jákóba Jabbók révénél. Sántítanom kellett csípőmre, ahhoz, hogy megismerjem az ő nevét. Mégis örülök, hogy megjöttél. Ismét hallgattak. Arhipus azért, mert már nem volt több mondani valója. Onésimus pedig azért, mert elárasztotta a szeretet, a hála és a megkönnyebbülés. Azután Arhipus hirtelen asszuktogta. Az édesapám. Filemon lassan jött le a domboldalon, magasnak tűnt és méltóság teljes volt, mint mindig. Kezében egy pergament lebegtetett. Onizimus felkelt, hogy köszöntse. Földig meghajolt előtte. Kej fel, mondta Filemon. Halottnak tekintettünk és meggyászoltunk. Feltételezem, hogy elvetted a pénzt és Rómába szöktél. Mondd meg nekem, miért jöttél vissza? Hogy megvalljam bűnömet és vezekeljek érte. Mert nagyobb az, mint amilyennek gondolod. Hogy visszaadjak a pénzedből amennyit tudok, és hogy ismét a kezedbe adjam magam, mint rabszolgád és tulajdonod, hogy azt csinálj velem, amit akarsz. Ez rendben van, mondta Filemon. De valójában még nem feleltél a kérdésemre. Miért jöttél hát vissza? Mert az én uram Krisztus így parancsolta nekem. Először ellenálltam hangjának, de nem leltem nyugalmat. Így hát eljöttem. Jól tetted. Ülj le, és te is, fiamar hippus. Levelet kaptam Páltól, ami szeretett atyánktól a Krisztusban. Olvassuk hát el együtt. Nagy csend honolt a domboldalon. Még mintha a bárányok is felhagytak volna a bégetéssel, amikor az évszázadokat túlélt kegyelmet hirdető szavak először jutottak el a bűnös rabszolga meglepet füléhez. Pál Krisztus Jézusnak fogja. Filemonnak, ami szeretett munkatársunknak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Muszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig mind neked, mind nekem nagyon hasznos. Fogad be őt magadhoz, nem úgy már mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért. Úgy fogad be őt magadhoz, mint engem ha pedig valamivel megkárosított vagy adósod, ezt nekem ród fel. Én pál írtam ezt az én kezemmel. Én megfizetem. A levél végéhez közeledett. Így hát ez a te egyenjogúsítási okmányod, mondta Filemon mosolyogva. Nem tudok tőle megtagadni semmit sem. Onésimus, én megbocsátok neked, és szabadságot kapsz pál közben járására. Nem rabszolgaként lépsz be házamba, hanem testvérként a Krisztusban, mint aki most már kétszeresen szabad. Feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk. Ezek a szavak csengtek a fülében, amikor három nappal később, jóval nap felkelte előtt lefelé tartott a domboldalon. Az első madarak, mintha hallerújáztak volna, és a patak is, mintha teremtőjének zenget volna dicséretet mert örömmel jöttök ki és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. Századokkal azelőtt írták le ezeket a szavakat, de akadt -e valaha is valaki, aki ilyen örömmel haladt volna útján egy nyári reggelen, mint éppen Onésimus. Lába alatt egymás után suhantak el a mérföldek. a kapuján haladt át, Csodálkozva azon a hatalmas munkán, amit ott az elmúlt három év alatt végeztek. Szép épületek emelkedtek, szabályos utcákban, ahol annak idején romok és kubacok hevertek. Azt mondják, Róma felajánlotta segítségét az elemi csapás által sújtott városnak, de Laudice a polgárai végtelen önteltségükben büszkén azt válaszolták: gazdagok vagyunk és meggazdagodtunk, és nincs szükségünk semmire. Onésimus megérkezett a már helyreállított hierápoliszi kapuhoz, és ott megállt, hirtelen, mint egy kővédermedve. Ejréné jött éppen fölfelé a lejtőn a város felé. Lassan lépkedett, mert három vagy négy gyerek kapaszkodott kezébe és szoknyájába. A keleti magaslatok felett felkelő nap első sugara lehajtott fejjel hullott, és a virágok kitárták kejhüket, hogy arcába nézzenek. A füvön még ezüstösen csillogott a dúsharmat, akár csak az első reggel az éden kertben, gondolta a kapuban álló férfi. Egy férfi vár rád, mondta az egyik gyerek. Ejréni gyorsan felnézett. Elpirult és szeme felragyogott, de nem mutatott meglepetést. Végtére is bizonyos értelemben a fiú mindig ott volt vele. Meggyorsította a lépteit és egyenesen hozzásietett. A kisgyerekek pedig szaladtak, hogy lépést tarthassanak vele, parányi lábnyomokat hagyva a harmatos fővön. Kegyelem és békesség legyen veled, Ejréné kisasszony, mondta nyájasan. Megtartottam a szavamat, és visszajöttem hozzád. Szabad ember vagyok, és Krisztus követője. A lány felnézett rá, arca ragyogott, mint a reggeli fény. Tudtam, hogy eljössz, mondta maguk köré gyűjtve a gyerekeket, hátat fordítottak a városnak, és kéz a kézben elindultak a felkelő nap és a Hierápoliszi hegyek felé.